Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Brazil Jiu-Jitsu Európa bajnokságon szerzett kategóriájában ezüstérmet Sípos Dániel, a Kistel Kistérségi Küzdősport Egyesület elnöke, aki a bajnokság menetéről, illetve az ott történtekről számolt be stábunknak. Brazil Jiu-Jitsu Európa bajnokságra került sor Portugáliában, melyen ugye a Gracie Barra Hungary csapatán belül lépett tatamira, és sikerült is kategórián belül ezüstérmet elérni. Hogyan zajlott maga a bajnokság, illetve voltak esetleg kritériumai a bejutásnak? A bajnokság az Lisszabonban, Portugália fővárosában zajlott 5 napos rendezvény keretein belül, ahol reggel 8-tól este 8 óráig 10 tatamin folytak a küzdelmek folyamatosan. Tudomásom szerint 2000 körüli nevezési létszám történt. Az én kategóriámban 6 versenyző volt, és függetlenül attól, hogy Európa-bajnokság, egy arab is volt a csapatban, illetve a súlycsoportban, konkrétan egy katari fiú, aki 167 kilóval mérlegedve, tehát ez egy nagyon-nagyon finom fiatalember volt, és kellemes fogyasztás. Az Európa-bajnokság tehát úgy bővült, hogy Openként hirdették meg, ami azt jelenti, hogy az Európán kívüli országokból is tudtak nevezni. Ez még inkább kiemelte az eseménynek a jellegét, illetve a fluktuáció a nemzetek között lehetővé tette a kategórián belüli bővebb nevezés számokat. Ellenfeleim között volt svájci, francia, angol, orosz, és ugye a magyarokat, azokat az én súlycsoportomban én képviseltem. A Gracie Barra Hungary az a magyar jiu-jitsu-nak tulajdonképpen a, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, meleg ágya. Onnan indult ki az összes többi csapat és klub, köztük a miénk is. A felkészülés az tulajdonképpen, illetve a bejutás az ottani edzővel megbeszélve, Max Carvalho mester vezetésével és az ő döntése alapján történt, és így tudomásom szerint körülbelül 15 magyar került ki, majdnem minden súlycsoportot képviselve. És konkrétan milyen kategóriában versenyzett? A kategóriám az az ultra nehéz súly, ami a 100 kg fölötti kategóriát jelenti, és 100 kg-on fölül már nincsen határ. Tehát így volt a katari fiú is a maga több mint 160 kilójával benne. Az átlagsúlya 120-130 kiló volt, én is 120 kilós versenyző vagyok, illetve a 30 és 35 év közötti korosztályban versenyeztem én. Én konkrétan 30 éves vagyok. Mi is pontosan az a brazil jiu-jitsu? A brazil jiu-jitsu egy olyan küzdősport, ami közel 100 éves múltra tekint vissza. Valamikor az 1900-as évek elején egy japán judómester látogatott Brazíliába, ahol összeismerkedett egy Gracie nevű nagyon-nagyon gazdag üzletemberrel, aki megfizette őt, hogy a két fiát tanítsa judózni. A mester nagyon jól átadta a tudást. A Gracie fiúk kiválóan judóztak, és a saját küzdősport kultúrájukat is belecsempészték abban a megszerzett ismeretrendszerbe, amit a japán mestertől kaptak. És a kettőnek az egyvelege, tehát ez a brazil birkózó jellegű küzdősport, és a judónak a keveréke lett a brazil jiu-jitsu. Ezt kétféle öltözékben vívják, vagy űzik. Az egyik egy úgynevezett gi, amikor klasszikus jitsu ruha van rajtunk, vagy judó ruha, kinek hogy tetszik. A második divíziója pedig, amikor testhez tapadó nadrág és póló van rajtunk. A versenyen belül, illetve a brazil jiu-jitsun belül ez a két divízió
adja a versenyeknek az alapját. Teljesen más fogásnemet kell használni egy olyan küzdelem során, ahol rajtunk gi van, mert akkor nyilván lehet fogni ezt a fajta ruházatot, illetve amikor testhez tapadó ruha van, akkor értelemszerűen nem tudunk ruhát fogni, tehát akkor egy egész másfajta mozgáskultúrát kell előtérbe helyezni, és ez a brazil jiu-jitsu rendszer, ez mind a kettőben professzionális szintre vitte a küzdelmi rendszerét. Tulajdonképpen a sport irányába tolták el a dolgot, ami azt jelenti, hogy aki a brazil jiu-jitsut gyakorolja, az különösebb sérülés nélkül tudja ezt a küzdősportot űzni. Még inkább a tradicionális rendszerek, tehát a régebbi jiu-jitsu rendszerek, azok fegyveres küzdelemekre, önvédelemre képezték ki az embereket. Itt inkább már csak a sportról beszélünk, tehát a cél az, hogy ne sérüljünk, hanem nagyon jót küzdjünk, erősödjünk. Úgyhogy a brazil jiu-jitsu az ezt jelenti materiálisan, de szellemében sokkal többet. Tehát ez egy életérzés, az, hogy az ember lemegy egy közösségbe, ahol mindenki együtt küzd, mozog, szeretik egymást, és készülünk, és technikát gyakorlunk, és szeretjük egymást. Szóval itt közel se agresszív és buta emberekre van szó, sőt nagyon jó képességű, ügyes, erős emberekről. És itt a kisteleki küzdősport klubban is, amit vezetek, igyekezzük ezt gyakorolni. Egyébként azt a részét, amikor nincs rajtunk jitsu ruha, ezt hívják grapplingnek, amikor van, akkor azt klasszikus jitsuzásnak hívjuk. Itt kistereken úgy indult, hogy gi nélkül edzettünk, tehát grapplingnek indult, de most már teljesen brazil jiu-jitsu rendszerű földharc küzdelmek és földharc felkészítés folyik. És mióta foglalkozik ezzel a küzdősporttal? Én ezzel a küzdősporttal konkrétan másfél éve foglalkozom. A grapplinggel már 3,5 éve, illetve előtte nagyon-nagyon sokáig judóztam én is. Meg egy rövid ideig itt Kisteleken a Kis Andrásnál birkóztam. És visszatérve még a bajnokságra, volt esetleg valami emlékezetes meccs, amire úgy tényleg szívesen visszaemlékezik? Volt, igazából mindegyik emlékezetes volt. Az angol versenyzőnek a legyőzése az nagyon, nagyon jó volt, mert ő egy nagyon gyakorlott és ügyes fiú, akinek néztem az egyik közösségi oldalon a profilját, hogy nagyon-nagyon sok versenyen vett részt, és állandó első-második helyen végzett. Én tartottam és attól a fiútól, de összesen 32 másodperc alatt folytással végeztem vele, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó érzés volt. A győzelem íze volt, jó érzés. Ha valaki érdeklődne ez iránt, a küzdősport iránt, akkor ezt hol jelentkezhet ugye a klubba? Vagy hol teheti ezt meg? Aki brazil jiu-jitsut szeretne gyakorolni és tanulni, megerősödni testben, lélekben, egy kisteleki klubban is megteheti, a mi klubunkban, ami a Városi Sportcsarnokban van. Itt az edzések minden hétfőn és szerdán 5 órától kezdődnek, egészen 7 óráig. Sok játék a fiatalabbaknak, illetve a legkisebbeknek, és ahogy ők cseperednek és versenyeznek, egyre több technika és erőnlét, illetve színesítjük a küzdősport edzéseinket kickboxon, amik péntekente vannak. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk a hétfő, szerda és pénteki napokon délután a ehhez kedvet érző fiatal és idősebb sportásokat. Sikeresen zárult a ProArtán Studio téli tábora, melyen több más ország neves oktatója is megjelent és segítette a többi táncos felkészülését a 2016-os évre. Stábunk az eseményről Zsom Olivért, Tánstúdió vezetőjét kérdezte. Januárban volt a téli tánctábor a ProArt Tánc Studio szervezésében. Kérlek, mesélj erről a táborról. Ugye ez a ProArt téli tábor minden évben megrendezésre kerül. Ugye két nagy táborunk van télen és van egy nyáron. Ennek már óriási hagyománya van, tehát mikor én ide kerültem 15 évvel ezelőtt, már akkor is volt ez a hagyomány. Évről évre egyre jobb, egyre nagyobb, és egyre jobb párosokat tudunk meghívni, és ehhez ugye egyre jobb tanárokat is. Idén se volt másképp. Pénteken kezdtük a tábort, január 22-én és 25-éig hétfő estig tartott. Nagy örömünkre szolgált, hogy 8 országból érkeztek hozzánk, jöttek Izraelből, Portugáliából, Ukrajnából, Romániából, Szlovéniából, Olaszországból is,
Szerbiából érkeztek hozzánk. A tanárok pedig nagyon örültünk, hogy Federico Filippone itt volt nálunk. Ő már évek óta foglalkozik a csapattal, ő az egyik fő standard tanárunk. Itt volt Anna Bezikova, ő egy hatalmas nagy sztár ebbe a táncos világba, és nagyon-nagyon ritkán mozdul ki Angliából. Ő orosz származású, de Angliába él, és nagy örömünkre szolgált, hogy Melinda kérésére ugye el tudott jönni hozzánk. Viktor Nikovszki Oroszországból érkezett, ő is egy hatalmas nagy sztár, tehát a több világbajnok is az ő nevéhez fűződik, és eljött az idei év profi standard világbajnoki negyedik helyezett Domen Krapec szlovén úriember, és így együtt dolgoztunk. A különlegesség, hogy idén először hip-hopot is tudtunk tanulni, ugye egy kicsit nem volt olyan kötött, mint a versenytánc, ő pedig Miljan Noic tanított minket ezekre a mozdulatokra, és természetesen ugye Török György Melinda és Andrei Skupca is végig itt volt velünk, és terelgetett azon az úton, hogy valójában magyar bajnokságra hogy is kellene felkészülnünk. Mi volt a célja a tábornak? Mire készültetek ez idő alatt? Ugye a 2016-os évet mindig a magyar bajnokságokkal szoktuk kezdeni. Most is ezen a hétvégén ugye az amatőröknek és a profi latinból lesz a magyar bajnokság, több párosunk is indul, és ugye nem titkolt vágyunk, hogy a profi latint is a proárt nyerje, és az amatőr standard latin versenyeken is proártos párok a dobogón álljanak. Ami még fontosabb, hogy van egy ígéretes ifjúsági párosunk, akikre ugye nagyon szeretnénk, hogy standard és latin kategóriában is döntősök legyenek, és latinból nem titkolt vágy, hogy a dobogó legmagasabb fokára is állhassanak. Úgyhogy ezzel indul a versenyszezon, és innentől kezdve minden héten, minden hétvégén úgy néz ki, hogy lesz nagyobb versenyünk. Aminek örültünk, hogy Federico Filippone most meghívta az egész társaságot április végén egy óriási olasz bajnokságra, és úgy néz ki, hogy oda majd busszal az egész társaság ki fog tudni menni. Úgyhogy ezek az állomások várnak ránk egészen a nyári szezonig. Nyáron pedig, ami nagy örömünkre szolgál, hogy a válogatott keret tagokat, akik benne vannak ebbe a csoportba, ugye a szövetség ide fogja küldeni Kistelekre, és lesz egy 4 napos hatalmas nagy tréning, megint óriási tanárok érkeznek hozzánk, és ugye Magyarország legjobb párosai, majd rá egy hónapra, júliusban pedig a hagyományos nyári táborunkat fogjuk megtartani, ami ugye majd az őszi időszakra fog minket fölkészíteni. Úgy gondolom, hogy ez a tábor nagyon jó volt arra, hogy egy kicsit ráhangolódjunk erre az idényre, és hogy a magyar bajnokságon mindenki kihozza a legjobbat magából, és hogy Kisteleket méltóképpen képviseljük. Mi lesz a következő fontos esemény a ProArt Tánc Stúdió életében? Ugye a nyári időszakban két nagy tábor lesz, amit meg kell rendeznünk tökéletesen, és úgy, hogy egész Magyarországon azt mondják, hogy érdemes ide jönni, és hogy jó helyen vannak. Ami még ugye a nagy falat lesz ismét a Kistelek Open szeptember 17-i hétvégén, ismét 2 naposra szervezzük, szeretnénk, hogy a magyar ranglistát ugyanúgy, mint tavaly megrendezzük, és ugye a tavalyi évben csak vasárnap tartottunk óriási világranglistát, idén pedig úgy szeretnénk, hogy szombaton is és vasárnap is, hogy visszahozzuk ezt a hagyományt, és hogy a verseny ismét egyre nagyobb legyen, és a távolabbi jövőben pedig szeretnénk úgy újra 3 napos, péntek, szombat, vasárnap, úgyhogy ezek a nagyobb dolgok várnak ránk, reméljük, hogy majd megbirkózunk vele, és sikeresen megszervezünk mindent. Most következő interjúnkban Bácskai Dániel, az X elnöke beszélt a közelgő rendezvényekről és a januárban lezajlott e-sport szakkörről. E-sport szakkör került megrendezésre az ifjúsági házban múlt hét szombaton. Ugyebár ez nem egy átlagos dolog egy ilyen kisvárosba egy e-sport szakkört megtartani. Mi volt ennek a célja, illetve mi a lényege, vagy mit lehet tudni az e-sportról konkrétabban? Hát maga a rendezvény célja az, hogy rendszeresen 2 hetente összehívjuk azokat a fiatalokat, és lehetőséget biztosítunk számukra, akik szeretnek számítógépen játszani. Ugyebár a LAN Party az egy eléggé keresett rendezvényünk, a fiatalok és az idősek körében is egyaránt. Aki esetleg nincs tisztában vele, hogy a LAN Party mit is jelent, ez az, amikor a számítógépeket hálózatba kötjük, és akkor egymás ellen vagy együtt játszhatnak a számítógépen a résztvevők. És hát az igazság, hogyha hetente tartanánk LAN partikat, akkor se lenne elég, ugyanis tényleg nagyon nagy az érdeklődésre. Mi a tavalyi év folyamán ugyanígy megcsináltuk ezeket az e-sport szakköröket. Ez tulajdonképpen a LAN partik közti rés betöltésére szolgál, azonban
nagyon késői időpontra raktuk, hétköznap este volt a rendezvény, mindig ez a szakkör, és hát rájöttünk, hogyha több embert szeretnénk, hogy a környező településről is jöjjenek, szeretnénk azt, hogy a fiatalabb korosztály is képviseltesse magát a rendezvényen, akkor mindenféleképpen hétvégére kell tennünk, és a délutáni órákra. És ez miatt döntöttünk úgy, hogy az idei első e-sport szakkört, azt mindenféleképpen szombaton fogjuk tartani, és délután 4 órás kezdettel. A rendezvényről annyit kell tudni, hogy 12-en jelentek meg a rendezvényen. Ebből nem mindenki hozott számítógépet, volt, akik cseréltek a számítógépek között, és hát persze, aki esetleg nem játszott, vagy éppen cserébe volt a számítógéppel, annak lehetősége nyílott ugyebár addig biliárdozni, csocsózni, beszélgetni a többiekkel. A rendezvény este 8 óráig tartott, nem is számoltunk többet rá, 4 óra hosszú, ez pont olyan, hogy egy kis ilyen szórakozásra tökéletes, azonban a közeljövőben nem soká jön a LAN partying, szóval igazából most már a teret kitöltöttük, így jöhet a nagy rendezvény. És milyen játékokkal lehetett játszani? Meg volt ez határozva, vagy szabadon választhattak a résztvevők? Szabadon választhattak a résztvevők, emellett hoztunk be konzolt is nekik, szóval a kivetítőn konzolos játékkal is játszhattak. Emellett persze szabadon választhatták meg, mi ebben nem szólunk bele, ez a rendezvény ő miattuk van, hogyha az egyik fajta játékot játszik, a másik másikat, minket ez egyáltalán nem zavar, játszanak nyugodtan, érezzék jól magukat, ez a lényeg. Mi a következő program az X naptárában? Az X naptárában jelen pillanatban január 30-a, szombat, délután 2, ez egy egyeztető fórum lesz, ugyanis minden évben szoktunk tartani ilyen fiatalokkal való közös egyeztetést, hogy mégis mik az igényeik, milyen rendezvényeket szeretnének. Emellett a helyi gimnázium diák önkormányzata és a Kömpeci Fiatalok Társasága is részt fog venni a rendezvényen, ugyanis velük is leegyeztetjük azt, hogy a 2016-os év hova tartson tovább, merre menjenek a dolgok. Emellett ugye azt is átvesézzük, átnézzük, hogy nekik milyen rendezvényeik vannak, ki tud bekapcsolódni a másik rendezvénybe, milyen módon, hogyan segítsük egymást a rendezvények folyamán, mik azok, amiket esetleg közös kooperálással szerveznénk meg, és igazából erről lesz most szó január 30-án. Utána február 6-án szombaton ott egy mondhatni zárt körű rendezvény lesz, ugyanis ebben az évben ráállunk arra, hogy a szervezetbe belépett új tagokat integráljuk. Ez arról fog szólni, hogy a rendezvényszervezésről, a konfliktuskezelésről és különböző ilyen módszerekről fogunk nekik interaktív képzéseket tartani a szervezet tagjainak, hogy felvegyék a ritmust, és igazából a kiöregedett tagok helyére olyan fiatalok érkezzenek ezekkel a képzésekkel, akik képesek arra, hogy ugyanúgy kezeljék a problémákat, és ugyanúgy saját rendezvényeket is tudjanak szervezni. Ugye ez megtörténik február 6-án. Ez utáni hétvége ugyebár a Farsangi Disznótoros városi rendezvény, ahol mi is képviselni fogjuk magunkat a délelőtti órákban. Az este folyamán pedig szokásunkhoz híven Farsangi beöltözős bálat tartunk az ifjúsági házban. Ez arról szól, hogy este 9-kor fog kezdődni, kötelező beöltözni, a belépés teljesen ingyenes, azonban beöltözéshez kötött. Semmi probléma az, hogyha az ember nem talál ki magának valami középkori harcos ruhát, és nem csinálja meg. Elég, hogyha fölvesz egy ilyen velencei maszkot, vagy bármit, akkor már a rendezvényen részt vett teljesen ingyen és bérmentve. Ez ugyebár február 13-án este 9 órakor, ezután pedig február 20-án lampartit fogunk szervezni a művelődési házban, reggel 10 órai kezdettel. A gyülekező és a regisztráció 9 óra 30-kor fog kezdődni. Annyit kell tudni, és annyiban módosult ez a lamparti a megszokottakhoz, hogy előregisztráció lesz, február 18-áig lehet a Facebookon regisztrálni, az Ifjú Kistelekiek Szövetségénél, ugyanis többfelé meghirdetjük, Szeged, Kiskun Félegyháza, eléggé sokfelé ki fognak menni gimnáziumokba, általános iskolákba a plakátjaink, és szeretnénk azt, hogy akkor előre tudjunk kalkulálni azzal, hogy hány fő is lesz. Emellett a Kingston Magyarország támogatja a szervezetet, és támogatja a lampartinkat, így a díjazásba ő is bele fog szállni. Pontosan mi azt még nem mondom, mert ez meglepetés lesz a résztvevők számára, és hát ez a rendezvény szokás szerint hajnali órákig fog nyúlni. A versenyszámok azok jelen pillanatban StarCraft 2, League of Legends. Ez a két versenyre lehet jelentkezni, emellett érdeklődés esetén CS:GO versenyt is fogunk rendezni.
Emellett még szint úgy van különlegessége a rendezvénynek, ugyanis a konzolos FIFA 15 bajnokságot is össze akarjuk gombolni ezzel a rendezvénnyel, hogy mondhatni egy kalap alatt le legyen tudva az, hogy a színpadon nagy kivetítőn a FIFA bajnokság folyik, len pedig a színpad előtt pedig folyik a hagyományos LAN party. Február 27-én, szombaton este, az esti órának pontosan időpontja még nincs, de akusztikus Stereo X lesz az ifjúsági házban, amire a belépés szintúgy teljesen ingyenes. Egy Kecskemét és egy Kisteleki együttes fogja szórakoztatni majd a nagy érdeműt, és hát oda is várunk mindenkit sok szeretettel. Az elmúlt napokban kettő közlekedési baleset történt a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén. Az első baleset 2016. január 22-én a késő délelőtti órákban Opusztaszer közigazgatási területén következett be. Egy személygépkocsi vezetője balra kanyarodása során figyelmen kívül hagyta az elsőbségadás kötelező jelzőtáblát, és nem adta meg az elsőbséget a tőle jobbról szabályosan érkező másik gépjárműnek. Az ütközés során személyi sérülés nem történt, dologi kár keletkezett mindkét járműben. Mivel a baleset okozója a helyszínen elismerte felelősségét, vele szemben az intézkedő rendőrök figyelmeztetést alkalmaztak. A másik baleset 2016. január 26-án a késő esti órákban történt, szintén Opusztaszer külterületén. A személygépkocsi Szeged irányából haladt Opusztaszer irányába, amikor a jármű vezetője a féktávolságon belül a járműve elé ugró őzet elütötte. A balesetben dologi kár keletkezett, az intézkedő rendőrök megállapították, hogy a gépkocsi vezetője nem vonható felelősségre a közlekedési esemény bekövetkezéséért. Csoportosan elkövetett garázdaság büntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya, mivel 2015. augusztus 14-én 16 óra 10 perc és 16 óra 20 perc közötti időben Balástyán a Széchenyi utca 18A szám alatti italbolt előtt előzetes szóváltást követően két fő balástyai lakos, valamint két fő román állampolgár összeverekedett. A verekedésnek a balástyai polgárőrség egyik szolgálaton kívüli tagja vetett véget. A verekedés során mind a négy résztvevő sérülést szenvedett. A nyomozás során keletkezett iratokat a bűnügyi osztály vádemelési javaslattal a szegedi járási nyomozó ügyészségnek küldte meg. Egyrendbeli tartási kötelezettség elmulasztása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntető eljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya egy férfi ellen, aki a Szegedi Járásbíróság jogerős végzésében megállapított fizetési kötelezettségének 2015. március egy napja óta csak részben tett eleget. Az ügyben a nyomozást a bűnügyi osztálya napokban befejezte, és az ügy iratait vádemelési javaslattal a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészségnek küldte meg. A Magyar Kultúra Napja alkalmából Együtt szól a Nemzet című rendezvényre került sor a Művelődési Házban, amihez a Kisteleki Általános Iskola tanulói is csatlakoztak. Ezen rendezvény keretein belül az ország több ezer diákja szavalt el együtt a himnusz első verszakát, illetve több más verset is. A most következőkben az ezen eseményen készült felvételünket tekinthetik meg. Vastos, aki véget vég,
2016. január 22-én tartotta meg ünnepi tárlatát Kisterkváros önkormányzata a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Kárpátia Kincsesház szervezésében Klíbersberg Művelődési Központban. Tárlatvezetőként a Glob Vándorok Társulata civil szervezeteket és Kisterken alkotó művészeket, előadókat hívott segítségül az interaktív délután megvalósításához. Az Ifjú Kisterkiek Szövetségének koordinálásában Böröc Éva és Balogh János kreatív kézműves játszóháza mellett Kocsis Árpád fotó is kiállításra kerültek. Az X elnöke Bácskai Dániel is részt vett a háttérmunkálatokban. Az ópuszaszeri szörmentén fonó a gyapjú feldolgozás hagyományát mutatta be két gazdaszonyának, Kerekes Orsolyának és Törő Krisztinának közreműködésével. A Kisterki Költőklub vezetője Jenei Norbert képviselve csapatát versírásra buzdított vagy évbeszélgetésre invitált a költészet jegyében. A Kisterki Képzőművész körkét alkotóját kértük fel ennek apropóján képzőművész mentoroknak. Hódi Katalinnak köszönhetően csendéletet ábrázoló rajzok születtek, míg Hajdú Zsanett ötlete nyomán pizzás dobozokra csemperás kis festmények kerültek. A szervezők köszönik a Kisterki Művészeti Iskolának a festés és rajzolás alapanyagát és a Klub Espresso-nak a pizzás dobozok adományozását. Szélné Bradonovics Bernadett jókedvű, könnyű tánclépéseit Frányon Judit tanárnő szederindás dalaival kísérte. Most következő mesefelolvasásunkban Ingrid Ube, Bömbölő Balambér, Márkus Mókusz című meséjét hallgathatják meg kicsik és nagyok, Molnár Éva hangulatos előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Márkus Mókusz. Kicsit szomorúan slattyogott el Bömbölő Balambér, hiszen ő sohasem fog ilyen felségesen bömbölni, mint Leó, az oroszlán. De mindegy, hamar odaért egy vénséges odvas tölgyfához. Csak is itt lakhat, gondolta Márkus Mógus, akit tölgyfalvinak is hívnak. Csalódottan nézett szét a kis bömbölő, csend és sötétség mindenütt. Fölkiáltott a magasba. Márkus Mókusz, itthon vagy? Árnyék szökkent elő. Hé, kis bömbölő, vagyis Balambér, te meg hogy kerülsz ide éjnek idején? A szüleimért jöttem, de hát ők már rég hazamentek, nem sokkal vacsora után. Ó, bömbölt kis Balambér, hát akkor hiába jöttem. Mehetek vissza egyedül, egy szál egyedül? Biztos eltévedek, de ki tudja, hogy hova jutok? Csöppet se aggódj már, mondta Márkus Mókusz, majd én hazasegítelek. Egyet füttyentett, és megjelent egy kis fénypont az ösvény felett, a fák közt. Indulhatunk? Mondta. És a kis lámpás, a Szent János bogárka ott lebegett tündérként előttük. Mutatta az utat. De persze Márkus Mókusz is figyelt, mert aludni szeretett volna még az éjjel, a saját ágyában. Olykor fölszökkent a fák magasába, nézte, hogy merre rövidebb az út. A kis bömbölő még sohasem járt az erdőnek ezen a részén, de érezhette, hogy barátok közt van. És nem fenyeget is semmiféle veszély. Nem is félt hát egy szemernyit sem. Tap-tap, csattogtak a tappancsai, tap-tap. Elérkeztek egy tavacskához. A csillagok fényében csillogott a sötét víz. A part közelében három tavirózsa virult. Mögöttük egy kis hal. Legyezgette magát az uszonyaival. Balambér eltűnődött. Ez lenne a tenger. Te vagy, aki lenyelte a holdat? Kérdezte a halacskától. De a hal pár buborékot fújt, aztán válasz nélkül tovas iramlott. És nem ragyogott egy szemernyit se. Ez a hal nem is az a hal, gondolta Balambér. Na jó, hát akkor megyek. Nyilván ez meg nem is itt a tenger. Hamarosan megpillantotta a csobogó patakot, a málna sövény mögött. Jó éjszakát, Márkus Mókusz, kiáltotta kis Balambér. Most már látom, hazaértem. Ezek azok a fák, azok a kövek, ez az a föld, ahol a tappancsom ismer minden tapítást. Otthonosan ismerem. Futott a kis bömbölő, futott a tisztáson át a házhoz. A szüleit először a földszinten kereste. Hanem ott nem lehet senkit.
Ezért hát fölment a lépcsőn a saját szobájába. Ott ült Nolám a papa is, meg a mama is, az ő üres ágya mellett, és nagyon ilyet arcuk volt. Kis bömbölő bömbikém, hol voltál, hallod-e? Egyszerre beszéltek össze-vissza, már mindent hittünk, hogy a tóba pottyantál, vagy megettek az oroszlánok. A medvék, felelte erre Bömbi, nem olyan buták, ráadásul nagyon-nagyon erősek. Ti nem tudjátok? Ekkor oda telepedett a mamája ülébe, és elmesélte, hogy mi minden történt vele. A szülők kicsit megijedtek, a kis bömbölővel szentül megígértették, hogy éjszaka soha többé nem vág neki az erdőnek. Mikor végre ágyba került, kinézett az ablakon, és meglátta az égen a holdat. Ragyogott, mint egy ezüst golyó, és a bagó is elégedetten szemlélte a magas fenyőfáról. A papa kinyitotta az ablakot, és oda kiáltott bagójnak. Ne aggódj, kis bömbölünk szerencsésen hazaért! Bagói szomszéd elégedetten lebegtette a szárnyait, és repült is messzire rögtön. Nézzétek, a hold! Ez kiáltotta akkor a kis balambér. Megint fent van az égen. A hal nyilván kiköpte. Csak aludj, aludj, álmodj tovább, mondta a papa, aki mit sem hallott még a holdról, meg a halról. Jó éjt, bömbikém, köszönt el a mamája is. Nagyon aggódtunk miattad, ugye tudod? Én is miattatok. No csak, kis bömbölő, nevetett a papája. Mindig hazajövök, ígérte meg Balambér. Mi is, nyugtatta meg a mamája. Tudhatod? Január 26-án kedden a Kisteleki téli teremlelőrugó bajnokság plusz 35-ös ligájában szereplő PMG plusz és Jó Öreg Barátok csapatai mérkőztek meg egymással. A most következő felvételünkön ezt a találkozót tekinthetik meg. Thank you.
Thank you.
A 14. Kisteki téli teremlabdarúgó bajnokság plusz 35-ös ligája a 9. egyben utolsó fordulójához érkezett. A most következőkben a Mászugor és a Max Autó csapatai által lejátszott mérkőzést tekinthetik meg. Thank you.
Dobra, dobra, ott vagyok, ez még! 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 Még!
Thank you.
Come on!
következő adásunkat február 2-án kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvényfelvételenkkel jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még péntek adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!